A DK 4, az LMP 7,5, a Jobbik pedig 12%-os költségvetési hiányt okozna a programjával 2015-ben, ha hatalomra kerülnének. Ezt a Transparency International és a Költségvetési Felelősségi Intézet számolta ki a párt programok alapján. A kormánypártok ellentétben a demokratikus szokásokkal máig nem tették közzé a választási programjukat, ezért nem tudták megvizsgálni a Fidesz-KDNP ígéreteit. Választási plakátok. A Költségvetési Felelősségi Intézet szerint a kormányváltást alkotó pártok, az LMP és a Jobbik választási programjai egyszerre ígérnek adócsökkentést és kiadásnövelést. Számításaik szerint, ha a DK vagy az Együtt PM programja valósulna meg, akkor jövőre 4 és 6% között lenne a költségvetési hiány. Az LMP programja 7,6, az MSZP tervei pedig 8,4%-ra növelnék a deficitet. Az LMP egyetlen ígérete, a munkavállalói járulékok eltörlése például 1500 milliárddal rövidítené meg az államot. A csúcsot azonban a Jobbik tartja, a programjuk alapján 2015-ben 12%-ra nőne a deficit. Részben megvalósíthatatlan és nagyrészt fenntarthatatlan ígéret dömpinggel próbálják magukra vonni a választóknak a figyelmét. Ebbe a teljesen rossz és inadekvát versenybe a pártok nagyrészt valószínűleg egymást hajszolják bele. A Fidesz pedig az igazi zsákba macska, hiszen programjuk sincs, mondták. Nagyon komoly munka is. Bot Péter Ákos, aki az Antal kormány minisztereként vett már részt párt program kidolgozásában, azt mondta, nem meglepő, ha egy program nem reális, vannak bekerülő és kimaradó elemek. Nem kell annyira meglepődni azon, hogy a kiadási oldalt kifejtik, mire akarnak költeni, és van az elhallgatás jelensége, nem ejtenek szót valamiről. Ha valaki például le akarja vinni a társadalombiztosítási járulékot, hogy könnyítsen a gazdálkodók terhén, akkor többen azt is mondhatná ezzel, hogy leviszem a nyugdíjt, de ezt nem mondja. Hát ez következik, vagy például a deficit következik. A közpolitikai és intézményi átláthatóság ma Magyarországon siralmas. A Transparency International Magyarország a korrupció szemszögéből vizsgálta a programokat. Marti József Péter szerint az utóbbi években a közpénzek elköltésének és az intézmények gazdálkodásának átláthatósága is csökkent. Ezen a téren az ellenzék hangoztat ugyan szép ígéreteket, ugyanakkor hitelességi deficitjük van e tekintetben, véli a Transparency igazgatója.